Na gyerekek, ezt vettük. Szia, Habocska! Sziasztok! Nagy rendetlenséget csináltam egy. Igen, jött a takarító brigád. Ja nem, rendbe szedjük. Ezt vettem 1 incses, és 16 incs hosszú. Úgyhogy remélem ezzel át tudom ütni fent. Adlám, hogy jó lesz-e. Így te lehet nem lesz elég. Szükön elég lesz. Kellett volna vegyek még egy hosszabbítót rája. Na mindegy, jó van az úgy. Oké, nézzük meg akkor, hogy fog-e működni. Na gyerekek, ez is megvan. Há? Milyen baba, ha? Nagyon cica. Narancssárga, kékkel, gyönyörű. Bevallott a szerszám a gyerekek, a 16 incses. Ja, jó tudsz. Nagyon jó. Na, hát egy maradt még. Azért faszább ez a szerszám, mint ez. Ez is jó, csak ez nagyon durva. Ez, lassad ki a hegyecskéje, menetes. Ez. Húzza befelé magát, és túl nagyot akar egyszerre harapni. Úgyhogy szorul mind belé, húzza, nagyon belé húzza magát, kell visszavegyed mind. Úgyhogy ezért erre a feladatra ez a hegy jobb, amelyiknek nem csavaros a vége, hanem csak sima egyenes, mert ezt te adagolod az erőt neki. Nyomod a pisztolyt, és csak egyszerre csak egy keveset harap. Ez túl belé húzza magát, nagyot harap. Mondjuk attól függ mire, hogyha gyorsan akarsz haladni, és nagy erős pisztolyod van, nem ilyen kicsi aksis, akkor lehet ezzel is, de... Na jó. Egy maradt még, gyerekek. Ezt még mindig nem döntöttem el, hogy hova tegyem. Hozom a Start Finder-t, és felülről lefúrok egy lyukot. Hát vagy ide teszem, bár... Hova teszik a számítógépet, lám? De nem, mert kagyló van ott, és mint műszerek vannak. Ja, valószínű, hogy a számítógép ide lesz téve. Vagy ide lesz téve, vagy ide. Na, ahova könnyebb lesz lyukat fúrni. És mindegy, hát ide is hozom a Start Finder-t. Felmegyek, s lefúrok, s ahol le szabad a pálya ott. De még mindig nem vagyok kibékülve, gyerekek, a Start Finder-rel. Még itt is adott közben false alarmokat. False pozitívet. Hát, azt mondja, hogy ott stud van. Közben nincsen stud, mert kábelt leengedtem. Leengedtem a kábelt. Na jó. Ez a tudsz, gyerekek, lássátok-e? Zirkónia Crowns and Bridges. Nekem is az van. Zirkónia. Nekem nem csak a korona zirkónia, hanem az implantok is, amit tesz nekem a doktornő. Meg kell dolgozzak keményen, gyerekek, még kell 4 implant, 2 hátul. Felős, balrós, jobbról, tehát 2-2 hátul. Ugye, nem ingyen dolgozok, én se, ő se, a barter nagyon bejön mind a kettőnknek. Szabad piac meg úgy mindent. Na jó, akkor gyorsan fúrjuk be azt az egy szobát még, és akkor menjek körbe, se szerejem be a jackeket, pancsoljam belé a kábelt, tegyem fel a faceplate-et, és el vagyunk menve. 1 órán belül, 1-2 órán belül itt pucra vágjuk a helyet. Visszarakom fent a cuccokot. Ja, nagy hatalmas kupit csináltam, mindenhol szigetelés, gipszkartonpor. Meg mindent össze-sissza, nagy a vecsi-vecse. Na jó. Akkor nem is pofázok tovább. Haladjunk. Na gyerekek! Megvan az utolsó, és...
kicsit megkínozott. Itt kezdtem előbb, belefúrtam, utána még megüttem itt egy stadot, kanyarfúrúval próbáltam átfúrni, nem akart menni, lehet duplán volt, mit tudom én. Abba hagytam, megpróbáltam egy másik helyen, ott sem ment. Még egy helyen, ott sem ment, és aztán végül negyedik helyen itt tudtam belemenni és lejönni. De a Stadfinder, ez nagyon köcsög, gyerekek. Jelezett itt olyan helyeken, ahol nincs is semmi. Nem tudom, hol jelez, hol nem jelez. Mit tudom én. Mindegy, az a lényeg, hogy meg vagyunk. Ja, amúgy itt is van egy blank. Egy blank cover. Mikor ott kínlódtam, és már a harmadik lyukat fúrtam, és nem ment. Akkor megpillantottam, mondom, akkor húzom itt be. Csak az a baj, hogy most ide teszek egy, akkor át kell itt vinni egy kábelt, így. Sokkal elegánsabb, hogyha oda van téve. Ugye stílusosan egy magasságból, rizával. Na jó, akkor kezdjük a jackelést. Ja, a habocska már rendbe tette gyermekszobát, kint az előszobát, meg ezt itt. Állok neki jackelni. Ja, meg vissza kell rakjam itt a téglalkot, ott a téglalkot. Akkor állok neki jackelni. És befejezzük a takarítást, összeszedjük a szerszámokat. És el vagyunk menve, Isten! Ja, itt egy kicsit tűnődök, hogy ugye itt is volt ez a... Ide húztam be blank. Jobb lett volna ide is valahova behúzni. De... Hova nyűbe húzzam be? Az aha, hova húzom, úgyis... Számítógép nem tudom, hol lesz való itt az asztalnál. Arra forra nem tehetem. Itt van az a nagy bolond szekrény. A szomszédos választófal. Itt a fürdő van. Úgyhogy egyelőre ott jó van. Itt van, nem gond itt egy halbert itt elvinni a szekrény halt meg itt. Ez az íróasztal egy kicsit hülyén van, itt pont a szoba közepébe van. Úgyhogy mindegy. Jó, van az úgy. Na jó. Akkor találkozunk a végén. Ismeritek egy jacket? Cat 5 jack. Ja, tehát meghámozod a kábelt. Van ennek a... Mint lát, ebbe dugod ide a lyukba. És épp csak körülmetéli a jacketet. Ne húzod róla. És akkor ebbe van 4 pár kábel. Szétszeded őket, 8 darab kábel. És ide a punchdown túllal. Ezzel. Belé nyomkodod, itt ugye van 4 egyik felül, 4 másik felül. Írja, hogy A vagy B. Általában B-t szokták csinálni, én is mindig a B-t csinálom. Narancsárga csikos, narancsárga, zöld csik, tömör zöld, kék csik, barna csik. Lepancsolod rá a keppet a tetejére, belé pattintod hátul ide, nek van egy ilyen nyelve, belé pattintod, helyére 2 csavort belé is kész. Easy! Ez most már a könnyű része, gyerekek. Gyorsan ezt bepattogtatom, s... fejezzük a takarítást, el vagyunk menve, menjünk el. Úgy néz ki, találkozunk ma egy ismerőssel, aki Ecuadorból nem rég jött vissza ide, miközben. Egyet dumáljunk. Foggassuk ki, mi a helyzet odalent délen, még délebbre. Ilyen fáin hol, eh? Sárgás, kékes, narancssárgás, zöldes. Year of the Ocean. Ah, ez ő.
984, az az évszám vagy az irányító szám, mindegy. Na, az így néz ki, gyerekek. Kicsi ügyes. Fogor ezt, hát itt fent van egy válla. Na nem így, na. Ah, rohadjál meg. Valamit rosszul csináltam. Na. No. Így néz ki a kicsi Jack. Kicsi fáin. És akkor hagylám a nagyobb vál kicsikét ide beliakasztod alul. Nagyobbat bepattintod. Ha bemenjen. Így kell-e. Vagy valamit rosszul csinálok, gyerekek. Oh, come on now. Fordítva járna. Igen. Oké. Mondom, nem sűrűn csinálom én ezt a mesterséget. Na. Így. Ah, ez csillagos fej. Általában ezek lapussak szoktak lenni. Ide hozhatnám a screw gunt is. Nekem ilyen fél órát csavarjon befelé. De így is jó. Kicsi edzések ezeknek. Hát tényleg unalmas. Na, hadd lám, milyen lesz, olyan lesz, mint Katiba. De elszek én a nagyobb csavarhúzó fel. Évezem ezeket a csavarhúzókat. Nagy lapos, nagy csillag, kicsi lapos, kicsi csillag. És így lehet forgatni. $2 Home Depot. Na. Profi a gyerekek. Ha? Elég jó. Elég jó és egyenes is. Szemem nagyon vízmértékes. Na. Baba. Ja, kicsit teszem mocskót, amit körülötted ezt, majd le lehet mosni, egy kicsit lesuroljuk a végén. Na jó, ennyit csináljuk meg a többit is. És kész. Na gyerekek, kész vagyunk. Akkor nézzünk szét, hogy nézzünk ki. Itt van az első operációs szoba. Habocska, olyan szép rendet csináltál. Nagyon ügyi vagy. A játékszoba vagy gyermekszoba? Hogy tetszik a gyermekszoba, Habocska? Nagyon idegesítő a tapéta. Kicsit túl van zsufóva cuccal. Már bejövök és attól megőrülök, nem hogy még, hogyha húzzák a fogam. De amúgy ez szék, ez szép kék, meg sárga, szép. Na, ez ide sikerült. Ja, mondtam is a doktornőnek, hogy oda teszem, ahova sikerül, mert nagy a dzsungel. Na, a második operációs szoba, ez a harmadik operációs szoba. Ez Habocskának a kedvencemet, kék minden.
Na, itt oda sikerült. Ja, az egész jó helyen van. Next. Rózsaszín szoba. Itt oda sikerült. Először ide akartam, de ott még jobb helyen van. Vagy itt lesz a számítógép, vagy itt, de onnan már lehet húzni egy kis kábelt. Na, no, next. Az irodába, itt ugye a saroknál. Tatacska. Láttad, hogy mit írott? És a konyhában itt nincs semmi. És előszoba, ide a front desk. Oda lent egy dupla. Kicsit falat összekoszultam, de mindegy, majd újból festik. Úgyse látszik, ott lent van, és nyomtatót oda visszateszem is. Mit számít? Na. És akkor itt van a network closet. Itt vannak a végződések. Mindenikre ráírtam, hogy melyik a hányas szoba, vagy a front desk, vagy hova megy. 2-4-7 darab. És akkor ide majd szerelek egy patch panelt. Lepancsolom őket. Ide fog jönni a network switch, a gigabit switch. És ennyi. A szerver, valószínűleg a szervert is ide teszem. Na jó. Akkor... ennyi volt, gyerekek. A kétnapos operáció Operation Cat 5 sikerrel véget ért. Kicsit meg kellett érte szenvedni. Na, ugye ezt a fajta munkát nem nagyon csinálom. Szerszám se, szaktudás. Ezen a téren nem sok, de mennyi szerszám kell létre, meg mindenféle kábelek, meg szerszámok, meg furógép, meg faragógép, meg vágógép, meg sok minden cucc kell. Na jó. Akkor menjünk el Láma városba, mit fogunk csinálni. Van egy-két program fejbe, de még nem biztos, hogy mi lesz, de meglássátok a következő videó.